Ha a jogot a maga teljességében akarjuk megragadni, akkor be kell emelni a jog fogalmába a jogi normák mellett a normák által használt jog fogalmak rendszerét is. A normák ugyanis csak a bennük lévő fogalmak meghatározott irányú értelme esetén fejezik ki a kötelező vagy tiltott magatartási normákat. A jog fogalmának ezzel a kitágításával a jog mint norma rendszer mellett erősebben a szemünk elé kerül a jog mint értelmi rendszer, és a jogi tevékenységi szférák is kiegészülnek a normák alkotásának, alkalmazásának és végrehajtásának szféráin túl a jog értelmi rendszerének létrehozását és fenntartását biztosító szférákkal. Ezt szeretnél utalni kell a jogdogmatikai tevékenység szférájára, másrészt a jogi oktatás szféráját is szemére kell venni. A jogdogmatikai fogalmakat állandóan át kell ugyanis vinni a jogásság egészének a tevékenységébe, és ennek átadása a jogásság egésze szempontjából csak a jogi oktatás, a jogászképzés folyamán történhet meg. Utána már csak részletesen egy-egy fogalmat egy-egy tanulmánycikk elolvasásával a már pályán levő jogász megteheti. De a jogdogmatikai egészét csak a jogászképzés tudja átvinni. A jog értelmi rendszerek kiemelése és ennek a jog alapjaként való felfogása így a jog középponti elemévé teszi a jogi oktatás folyamatát is. Statikusan nézve ugyan, a jogrendszer kívül lehetne elhelyezni a jogászi munkára előkészítő jogi oktatást, ám a mai jogászformálás a holnap bíráinak, ügyészenek, ügyvédenek tevékenységét határozza meg. Dinamikájában a mai jogászoktatás a holnapi jogrendszer részeként kell, hogy felfogjuk. E funkció mellett még egy másik alapfunkciót is teljesíteni kell a jogi oktatásnak a jogi értelmi rendszere számára. A jogi oktatásnak ugyanis létre kell hozni azt a gondolkodási módot a jövendő jogászban, amely a világ eseményeihez közelítésben rutinná teszi a jogos jogtalan dimenzióban való értékelést, és ezzel együtt kirekeszti az ezen túli politikai harcok szerint értékelést, az ideológiai eltérések szerint értékelést, és az események többi lehetséges értékelését is. Thinking like a lawyer, mondják a jogászkérdés amerikai kutatói. Ahogy a jogász gondolkodik, erre kell elsősorban megtanulni a diákot. Ez a jogászkérdés fő feladata. Ez a vezérfonal eligazít a jogi oktatás dilemmáiban is. Az első ezek között a jogdogmatikai elméleti képzés vagy a gyakorlati jogi képzés, ahogy melyik a megfelelőbb jogdogmatikai vagy gyakorlati képzés felé menjünk el. Az európai jogi országok jogi oktatása az elmúlt évszázadokban a jogdogmatikai képzés modell szerint alakult. Ám ezt a modellt állandó kritikák érik, és azt kívánják, hogy többé-kevésbé kész gyakorlati jogász álljon rendelkezésre friss diplomásként. A kritikával szemben azt a választ kell adni, hogy az egyetemi jogászképzés az egyetlen hely a jog működésének rendszerében, ahol egészben át lehet adni a kialakult jogági dogmatikák kategóriai készletét, és ezek között összefüggéseket a jövendő jogászok számára. Ehhez képest másodlagos kérdés, hogy ezen túl a gyakorlati jogászi készségek súlykolását milyen mélységbe kell az egyetemi képzésbe integrálni, vagy ezzel szemben ezek nagy részét már az egyetem utáni gyakorlati képzésnek engedjük át, és az ügyvédek, ügyészek, bírák szervezetei által engedjük, hogy megvalósuljon. A kritikában mindesetre annyit el lehet fogadni, hogy a gyakorlati jogi élet működésének megismerését fokozni lehet a maihoz képest a joghallgatók számára az egyetemen belül is. Nézzünk meg két olyan megoldást, melyek a gyakorlati jogászi készségeknek és ismereteknek az egyetemi jogászképzésbe való erősebb behozására törekednek. Az egyiket a német kétfokozatú jogi oktatás jelenti, ahol első fokozatban a jogelmi és jogdogmatikai alapokat, a jogtörténeti ismereteket megkapják a diákok, és miután ezt az első államvizsgával lezárták, azután 2,5 éves második fokozat követik a jogászképzésben, melyek keretében már elsősorban a bírói, de részben az ügyészi szakmákban is jártasságos szereznek az első államvizsgát, már lehetett referendáriusok, tehát így nevezik a joghallgatókat. A második gyakorlati képzés a második államvizsgával zárul le, és ennek birtokában teljes jogú jogásszá válik a diák. Egy másik megoldás jelent a gyakorlati képzés arányának növelésére a jogi oktatáson belül az amerikai jogi klinikai képzés útja. Ennek lényege az, hogy a diákok eleinte csak a végzős harmadévesek, de később másod és első évesek is beszállhattak már ebbe az amerikai megoldásba.
Ennek a lényeget, hogy a szegényebb réteghez tartozók és alacsony jövedelmel rendelkező számára a jogi klinikán belül a diákok beszállnak és jogi tanácsadásra egy felügyelő ügyvédnek az irányítása mellett, és sőt még előkészítési feladatokat is megoldanak, tehát szegények és alacsony jövedelmük részére, akik nincs pénzük ügyvédek szerzésére. Ez tehát egy másik lehetséges megoldás. Nos, nézzünk egy másik dilemmát, áttérve erről. A bíró kérdés vagy az ügyvéd kérdés. Ebben áll a másik dilemma a jogi oktatás számára. Az egyetemi jogátkérés főszabály szerint a bírói pozíciót veszi alapul, és a jogász tárgyalótermi szerepére készít fel. Az expanzívabb ügyvédi tevékenység azonban jó néhány ponton túllépett az utóbbi évtizedekben a szorosan vett jogászi munkán és az adó tanácsadói, pénzügyi, vállalkozói, stb. Tevékenységben való beszállás jelent. Kiterjesszük ebbe az irányba is a jogászképzést az egyetemen, ez a kérdés, vagy maradjunk meg a bírói pozícióra, a tárgyalóteremi pozícióra képzett jogásznál. Ha az előbbiekben kiemelt alapfunkciók szempontjából nézzük át a megoldásokat, akkor ragaszkodni kell a bíró nézőközpontú jogi oktatáshoz. A jog belső logikájában legtisztábban benne maradó bírói pozíció középpontba emelésével teljesebben átadható a jogdogmatikus kategóriarendszer. Ezt az álláspontot kellett ebbe a dilemmába képviselni. A harmadik dilemmát jelenti, hogy a jogdogmatikai képzés vagy a társadalomtudományi képzés kell erősíteni a jogászképzésben. E dilemmára a válasz az lehet, hogy csak a jogdogmatikai egység épségbetartása mellett mehet végbe a társadalomtudományos belátások beépítése a jogászképzésben. A jogalkotásában nem úgy kell bevinni a releváns társadalomtudományi ismereteket, hogy magukat a jogászokat igyekszünk kiképezni egy sor ismeretre, hanem a különböző társadalomtudományi ágak képviselőit, mint szakértőt vonunk be a jogalkotási folyamatokba, és igyekszünk a komplexebb látásmódot ezáltal biztosítani. Ugyanígy a bírói eljárásokban is kevésbé a bírót kell közgazdásznak, szociológusnak, stb. Átképezni, hanem a szakértők erőteljesebb bevonása révén kell ezt megoldani. A bevezető jellegű közgazdaságtan, szociológia, politológia, stb. Tantárgyak, melyek már ma is oktatásra kerülnek a jogászképzésen belül, arra kellene, hogy felkészítsék a jövendő jogászokat, hogy a bevont szakértők anyagait valamilyen fogban azért értékelni tudják. Összegezve tehát azt kell mondani, hogy az egyetemi jogi oktatás középponti feladata a jogági dogmatikák átadása és a joghallgatók valóság feldolgozásának a jogos jogtalan dimenzióba való kifejlesztése. Thinking like a lawyer. Gondolkozz úgy, mint a jogász. Ezt kell megtanítani. A társadalomtudományos képzés ennek kiegészítéseként kap fontosságot, mint ahogy a gyakorlati jogászi készsége átadása is csak részben lehet az egyetemi jogászképzés célja. A képzési idő megnyújtásával persze elképzelhető, hogy a két területen is előre lehet haladni, ahogy a németek teszik a kétfokozatú jogászképzés és a kétfokozatú államvizsgák rendszerével. De a jogdogmatikai képzés rovására ezek arányát nem lehet bővíteni.